Lassan Steamen a dietetikust kérdeztük az újévi fogadalma kapcsán felmerülő fogyásról. Mikre figyeljünk oda, és hogyan is lehet sikeres a fogyásunk? 2022-ben a karácsonyi időszak után így újévre sokan megfogadják, hogy fogadalmat tesznek, próbálnak jobban odafigyelni az egészségükre, fogyókúra és hasonlók. Ennek kapcsán beszélgetünk Lassan Steamen a dietetikussal. Köszöntelek, tehát akkor beszéljünk erről, hogy hogyan is kezdik ezt el, mitől lesz jó egy újévi fogadalom így a fogyás tekintetében. Köszöntelek benneteket, illetve a nézőket. Hát ezt az időszakot éljük, újévi fogadalmak, január 1-ével, sőt már előtte is elkezdünk rajta gondolkodni, hogy milyen újévi fogadalmakat fogunk megtenni. Sokszor előtérbe kerül a testsúlycsökkentés, a fogyás, a fogyókúra. Talán ezekről a részekről szeretnék én, mint dietetikus beszélni az újévi fogadalmak kapcsán. Hogy mitől is lesz jó egy újévi fogadalom? Abban az esetben lesz jó, hogyha saját magunknak tűzzük ki, és nem másoknak akarunk megfelelni. Nagyon fontos dolog az, hogy ne kúrákat alakítsunk ki, ne arra gondoljunk, hogy ezt csak kúraszerűen kell csinálni, hanem az életünk során egy életmódváltoztatással járó célt tűzünk ki magunk elé. És nagyon-nagyon fontos az, hogy ne tiltsunk magunktól dolgokat, tehát ne azt mondjuk, hogy január 1-től nem fogok dohányozni, január 1-től 20 kilóval könnyebb leszek, 20 kilót le fogok fogyni, hanem egy reális célokat állítsak és tűzek ki magam elé, amit meg is tudok valósítani és kedvel fogom csinálni. Erre van egy nagyon jó cél, mozaik szó, a SMART mozaik szó, ami gyakorlatilag azt akarja, hogy egy konkrét célt fogunk kitűzni, tehát a mozaik szónál az S betű a konkrét célt fogja jelenteni, az M betű az, hogy mérhető célt fogunk kitűzni, az A az, hogy vonzó lesz számunkra ez a célkitűzés, az R betű az, hogy reális célokat fogunk kitűzni, illetve a T betű pedig, hogy egy ütemezett tervet, tehát hogy egy fix célt fogunk magunk számára kitűzni egy meghatározott időn belül. Hogyan is tudjuk ezeket a SMART célokat alkalmazni fogyásnál? Abban az esetben, hogyha mi így gondolkodunk, akkor a testsúlykarbantartó programot fogjuk magunknak elővarázsolni ezzel a SMART célkitűzéssel. A gyakorlatban, hogy hogyan is tudjuk ezt megfogalmazni. Amikor például azt mondjuk, hogy január 1-től, hogy 20 kilóval könnyebb leszek, le fogok fogyni, és a tengerparton már soványan fogok vígan menni, akkor abban az esetben a SMART mozaik szó célkitűzéseit, azokat nem használtuk megfelelőképpen. Hogy hogyan is tudjuk megfelelőképpen így itt a gyakorlatban konkrétan ezt így megfogalmazni. Egy 6 hónap alatt nyárra a jelenlegi testsúlyomból 10%-ot le fogok adni. És ezt a gyakorlati, tehát ebbe a gyakorlati célba már minden elemet megtalálunk. Megtaláljuk azt, hogy konkrét célt tűztünk ki magunk elé, a nyárra 6 hónap alatt fogok elérni, a jelenlegi testsúlyomnak a 10%-át fogom elveszíteni, és ezáltal egy reális célt fogok magam elé kitűzni. Ha megvizsgáljuk azt, hogy mi az egészséges fogyás, akkor ez a célkitűzés szintén nagyon jól össze fog passzolni a mi életvitelünkkel, ugyanis egészséges fogyásnak tekintjük azt, hogyha valaki a 6 hónap alatt a jelenlegi testsúlyának a 10%-át fogja elveszíteni. Ezt, hogyha kiszámoljuk, ugye a 6 hónap alatt, akkor nem kell olyan nagyon nagy drasztikus fogyásokra gondolni, nem kell fogyókúrákat alkalmazni, hanem egy egészséges, légtudatos táplálkozással a célunkat el tudjuk érni. Korábban már beszélgettünk egy ilyen hazai táplálkozási ajánlásról, ami az okos tányér volt. Most is beszélhetünk kicsit erről, hogy hogyan is tudjuk ezt úgymond alkalmazni itt az újévi fogyókúrában is.
Hát a jelenlegi hazai táplálkozási ajánlás, igen, az okostányé, amely már egyébként applikáció formájában is elérhető és letölthető a nagy közönség számára. A hazai táplálkozási ajánlás nem csak felnőtteknek, hanem gyermekeknek is elkészült, és ott nagyon szépen össze vannak foglalva azok az elemek, illetve segítséget ad és nyújt abban, hogy hogyan tudunk léttudatosan táplálkozni. Az egészségesen táplálkozni nem biztos, hogy egy olyan jól behatárolható fogalom, mint amikor azt mondjuk, hogy léttudatosan táplálkozni, mert az egészséges táplálkozás az ugye tehát az okostányéron írásos formában látjuk, elolvassuk, meg tudjuk tanulni. Azonban az, hogy mi alkalmazzuk-e, akkor már abban a pillanatban fog elindulni a saját magunk egyéni léttudatos táplálkozása, amikor azon kezdünk el gondolkodni, hogy mit fogunk bevásárolni, milyen élelmiszercsoportokra van szükségünk, számunkra mi lesz a helyes táplálkozás, mi lesz a léttudatos táplálkozás, mi az, amit annak érdekében meg kell csinálnunk, hogy a testsúlyunk csökkenni tudjon. Ha ezt megnézzük, ugye az elmélet az nagyon egyszerű. Azonban a gyakorlatba beépíteni az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindenkinek egyénileg kell tudnia beépíteni saját maga számára. Ebben mind dietetikus nagyon nagy segítséget tudok nyújtani itt az egészségfejlesztési irodában. Ezekkel a fogadalmakkal kapcsolatos fogyókúrában mik a tapasztalatok a mindennapjainkkal, amiben tudsz ebben segíteni? Hogyan tudsz ebben segíteni? Hát a mindennapi tapasztalat az még azért nem azt a képet mutatja, amit igazából az okostányéron látunk, de hát ennek nem is kell így lennie, mert akkor mibe tudnánk fejlődni, hogyha nem követünk el ugye az életünk során hibákat. De ezeket a hibákat mi saját magunk ugye tökéletesen tudjuk eszközölni. Azáltal, hogy egy léttudatos táplálkozást fogunk önmagunk számára fölépíteni. A mindennapjainkban hogy hogyan is éljük mindennapjainkat. Sajnos még mindig jellemző az, hogy rendszertelenül étkezünk, elfelejtünk reggelizni, stresszes életmódot élünk. Aztán a másik véglet, amikor már megteszünk mindent, gondolván, hogy megteszünk mindent, a celebek által reklámozott proteinkészítményeket, az előállított, előgyártott félkész-kész kásákat megvásároljuk horror áron, és azt gondoljuk, hogy akkor mi mindent megtettünk egészségünk érdekében. Ugyanakkor nem fogyasztunk elég vizet, tehát mint a sivatag ki vagyunk sokszor ugye száradva, aztán nem salaktalanítjuk a szervezetünket, és ezek a dolgok gyakorlatilag mind-mind útjába fognak állni az újévi fogadalmainknak. Azonban, ha mi tudatosan elindulunk, és ez már tulajdonképpen a gyakorlat, hogy miben is tudok én segíteni, akkor szépen el tudjuk ezt a célunkat elérni, hogy a fél év alatt egy 10%-os testsúlycsökkenést tudunk elérni, és eredményként föl tudjuk azt mutatni, hogy utána ezt a testsúlyunkat, ha már tudjuk tartani és nem indul visszafelé, akkor ez egy tökéletes célkitűzés lesz. Mennyivel másabb egyébként, mint hogy azt mondom, hogy én augusztusra mondjuk 20 kilóval könnyebb vagyok, vagy pedig az, hogyha a nyáron elindulok a tengerparton, vagy elindulok csak akár sétálni a Tiszaparton, és fekszek napozni, és azt érzem, hogy igen, megcsináltam a célomat, elértem a célomat. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy a mindennapjainkat kis apró léptekkel módosítsuk, átváltoztatjuk. Ezt hogyan is tudjuk megvalósítani az okostányér kapcsán, az elméletet a gyakorlatba helyezni, a léttudatos táplálkozásnál mértékletesség, változatosság legyen étrendünkben, a mennyiség-minőség figyelembevételével, bevásárlólista készítése, kis apró kis trükkök, hogy ne éhessen szervezzük meg azt a bevásárló listánkat, mert akkor minden föl fog rá kerülni, és bár számunkra hihetetlen, de akkor már mindjáratban is tudunk gondolkodni, hogyha csak napi szinten egy csomag, egy 7 dekás chipset megeszek, plusz fölösleges üres kalória bevitelként, az egy év folyamán plusz 19 kg testsúlygyarapodást fog eredményezni. Tehát mennyire fontos elem az, hogy akkor a bevásárló listámra tudatosan fogom fölírni azokat a dolgokat, hogy mi
mit is akarok megvásárolni, elfogyasztani, illetve az, hogy hogyan fogom ezeket az élelmiszereket majd elkészíteni, tehát a konyha technológiával ismerkedni. Tehát ne ijedjünk meg attól, hogy új recepteket, ötleteket fogunk beilleszteni a konyhánkba. Serpenyős ételek, egytál ételek, változatosan minél több nyers zöldséget beilleszteni ugye étrendünkbe, minél több rostot beilleszteni az étrendbe. Tehát ez mind az okostányér elméleti megfogalmazása, mi ezeket azonban a gyakorlatba tudjuk beilleszteni. Azonban egy nagyon-nagyon fontos szempont az, hogy mielőtt bárki bármilyen programba, tehát életmódváltoztatásba kezdene, a táplálkozás kapcsán nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az immunrendszerünk védelmében egy nagyon-nagyon fontos dolgot meg kell tennünk. Az egyik nagyon-nagyon fontos dolog az az, hogy az immunrendszer, a tápcsatornában 70-80%-a található az immunrendszerünknek. A bélflóránk nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tápcsatornában milyen lesz az emésztési folyamatunk. Ezért nagyon-nagyon fontos kúraszerűen probiotikumokat alkalmazni. Tehát ezt mindenkinek tudom javasolni, hogy időközönként kúraszerűen, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy hónapig használok egy adott probiotikumot, akkor utána egy-két hónapig szünetet tudok tartani, majd ismételten egy-egy hónapos kúrát tudok. Így ezáltal a bélflórámat is föl tudom készíteni arra, hogy a mindennapjaimba sikereket tudjak elérni a testsúlycsökkentésbe. A másik fontos szempont a salaktalanítás. Hogy mit is jelent a salaktalanítás? Ugye ezt sokan összeszokták azért keverni a méregtelenítéssel. A méregtelenítés az az, amikor a máj végzi tulajdonképpen a méregtelenítő funkciót, azonban, hogyha a szervezetünket nem salaktalanítjuk, és itt jön elő a vízfogyasztásunk, akkor abban az esetben a bélfalára fognak letapadni a káros anyagok, nem fognak tudni kiürülni a szervezetből, és ezáltal minden, amit elfogyasztunk, akár étrendkiegészítő, akár a gyógyszereink, a szükséges rossz ugye a gyógyszereinknek a fogyasztása, és illetve maga a tápanyag nem fog tudni hasznosulni, mert ugye a bélcsatornába a bélfalat azt letapasztottuk. Ezért mondjuk azt, hogy reggeli ébredéskor mindenki fogyasszon el legalább egy 3-4 deciliter vizet, és aztán csak utána induljon meg az élet. Utána pedig minden étkezés előtt egy jó nagy pohár vizet igyunk meg. Fontos az, hogy étkezés előtt ígyük meg ezt a vizet, mert az serkenteni fogja az enzimek működését. Amikor ezt a két dolgot megtettük, tehát a salaktalanítás az életünkben megvan, tehát amikor föltesszük magunknak a kérdést, hogy iszol-e eleget, megvizsgáljuk önmagunkat, hogy valójában iszunk-e eleget, és ennek eleget tudunk tenni, hogy a reggeli vízfogyasztás két nagy pohár víz. Természetesen nem úgy fogjuk kezdeni, hogy ha valaki nem így csinálta, hogy akkor két nagy pohár vizet megiszok. Célszerű ilyenkor egy másfél deciliteres pohárból 4 pohárral meginni, és aztán utána rá egy fél óra múlva reggelizni, illetve minden étkezés előtt akkor majd egy 2,5 deciliteres pohárból a vizet meginnunk. Illetve a probiotikumos kúrát már jól tudjuk eszközölni, akkor abban az esetben már tökéletesen fogunk haladni a mi kitűzött célunk felé. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor elővehetjük azt, hogy az újévi fogadalmunkban ugye mi szerepelt. Nem fogok dohányozni, akkor első körben a dohányzásról hogyan tudok leszokni, hogyan tudom arról letérni erről a helytelen útról, ami az egészségem érdekében ugye nem annyira helyes. Aztán például az, hogy akkor ha eddig elfelejtettem reggelizni, akkor ezután, vagy reggeliztem, de nem megfelelő nyersanyagokat válogattam, akkor a meglévőből újjá varázsolni, megnézni azt, hogy házilag is nagyon könnyen, egyszerűen el tudok készíteni egy kását, aztán a reggeli kávémat, hogy ne éjgyomorra igyam meg, a étrendkiegészítőket, ha szedek, amennyiben szedek, akkor azt ne éjgyomorra igyam, vagy vegyem be, mert gyakorlatilag, hogyha mondjuk az étrendkiegészítőket éjgyomorra vesszük be, akkor ott a meglévő gyomorsav az föl fogja, tehát károsítani fogja azokat az étrendkiegészítőket, tehát mindenféleképp, hogyha használok és szedek, akkor azt étkezés után vegyem be.
a reggelinél, a napindító reggelimnél bátran használjam a színeket, tehát a piros és zöld turmixok, ugye saláta levelekből lehet készíteni, víz és banán hozzáadásával, az Eisberg cégnek vannak ilyen előre készített, gyártott salátái, de akár házilag 5 perc alatt el tudunk készíteni, összetenni egy salátát, nyers zöldséget, gyümölcsöknek, ugye a használata, hogy mennyire fontos szempont. Ezek a kis apró lépések fognak ahhoz hozzásegíteni bennünket, hogy egy rendszeresség, mint ahogy említettem, egy déttudatos táplálkozás fog saját magunk számára kialakulni. Ne féljünk, ugye, mint említettem, recepteket, ötleteket, praktikákat kipróbálni. Ne higgyük azt, hogy Michelin csillagokat kell nekünk szerezni ahhoz, hogy mi jó ízűeket tudjunk főzni, mert maga a főzés is gyönyörködtet bennünket, a lelkünket frissé teszi, és annak irányába fogja segíteni, hogy mi a célunkat el tudjuk érni. Hogy lehet egyensúlyba hozni a táplálkozásunkat és a testmozgást, mert ez egy nagyon-nagyon fontos szempont a testsúlykarbantartó programoknál, újévi fogadalmunknál. Nagyon-nagyon fontos tudnunk azt, hogy milyen mozgástípussal, hány kalóriát tudunk elégetni. Abban az esetben, ha tudjuk, hogy például a férfiaknál egy félórás kerékpározással egy 300-400 kalóriát el tudunk, kilokalóriát el tudunk égetni, akkor abban az esetben a kis bűnözéseinket jóvá tudjuk tenni. De nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azt nem a későbbiek folyamán, tehát nem azt kell mondani, hogy majd nyáron ráállok, és majd le fogom dolgozni ezeket a pluszokat, hanem azt akkor mindig abban az esetben, amelyik nap megtettem ezt a kis bűnözésemet, akkor már aznap jóvá tudjam tenni. Például, hogyha mondjuk egy szelet rántott húst megeszek, ami körülbelül 300-400 kilokalóriát fog takarni, és ez már plusz energia bevitelként szerepel az étkezésemben, akkor ezt a hölgyek egy óra hosszás, a férfiak pedig egy fél óra hosszás kerékpározással semmisé tudják tenni. Az egészségfejlesztési iroda ebben hogyan tud segíteni? Az egészségfejlesztési irodában egy team munkába dolgozunk, csapatmunkába dolgozunk ennek irányában. Étrendi tanácsadás és dietetikai tanácsadás szempontjából hozzám fordulhatnak, mint dietetikus szakember tudok testsúlykarbantartó programokat alakítani, tehát sose fogyókúráról beszélünk, hanem egy életmódváltoztatás, életszemléletváltoztatás, aminél én segítséget tudok adni, hosszú ideig, éveken keresztül figyelemmel tudom kísérni a pacienseimet. Nagyon-nagyon sokszor van egyébként pozitív eredmény is, tehát van olyan férfi paciensünk, aki a közel három-négy év alatt 25 kiló testsúlytól szabadult meg, és a mai napig nagyon-nagyon jól csinálja az életmód változtatását, illetve magát ezt az életszemléletet. Sokszor olyan dolgokkal jön be, amiket, tehát sokszor én is tudok tőle tanulni, hogy hogyan is kell ezt a gyakorlatba megvalósítani. Pszichológus segítséget tudunk adni azért, mert fontos és szükség van arra is azért, hogy az egészségünk érdekében nem csak a táplálkozás területén, hanem más területen is ugye rendben legyünk. Tehát a lelkünknek a tisztaságában pszichológus segítségét tudjuk adni, illetve torna foglalkozások vannak heti rendszerességgel, TRX, tehát mindenki megtalálja a magához illő foglalkozásokat, torna foglalkozásokat, van TRX, spinning, torna, kardió típusú edzés, illetve gerinc torna is a közeljövőben indulni fog. És ezek mind-mind abban tudják segíteni a pacienseket, érdeklődőket, hogy az ő saját maguk is újévi fogadalmukat, de nem kell ehhez újévi fogadalom, hogy bármikor szívesen jönnek, és akkor tanácsot tudunk adni, illetve van egy tanácsadó oldalunk a Facebook oldalon, ahol az időpontokat figyelemmel lehet kísérni.
második kisdelek térségének, téli terem labdarúgó bajnokságának, 6. fordulójának gól összefoglalóját láthatják. Thank you.
Szivárvány óvoda több csoportja karácsony alkalmából műsorral készült. Ennek az első részlet tekinthetik meg a következőkben. Nagyon sok szeretettel dolgozókat, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek erre a kis adventi műsorunkra, kis összejöveteljükre. Tudjuk, hogy már nagyon régen találkoztunk, 2 évig ugye nem lehetett ilyenkor bejönni az óviba, és nagyon-nagyon vártuk már, hogy eljön az az alkalom, hogy végre találkozhassunk így. Kicsit leülhessünk, beszélgethessünk, és egy kis műsorra megajándékozhassunk benneteket. Más nem nagyon tudunk adni, de ezt mindenképpen, ezt nagyon nagy szeretettel adjuk. A gyerekek mindegyik, ugye minden csoport fog szerepelni egy kis műsorra, mert ti is már nagyon várjátok a karácsonyt, úgy mint mi felnőttek is, és már nem sok nap van hátra, és itt a karácsony, és karácsonyra ugye mindenki szeretne valami nagyon szép ajándékot kapni, ahhoz viszont az kell, hogy mi is valamit tudjunk adni. Mit tud egy kis gyerek adni? Jóságot. Azt tudja adni, hogy jól viselkedik ilyenkor, segít anyának, apának, a tesónak, nem bánt senkit, kedves mindenki, ezt ti ezt tudjátok adni nekünk, és nekünk ez a legnagyobb ajándék, amit ti adhattok nekünk. Úgyhogy mi ezt várjuk. Ti pedig várhatjátok a Jézuskát, vagy az angyalkát, ki mit, hogy mit hoz ezért nektek majd ajándékba. Úgyhogy kívánom nektek is, hogy nagyon szép legyen a karácsonyban, és kívánom az összes felnőttek, akik van, akár mostani dolgozó, akár nyugdíjas már, hogy olyan legyen a karácsonya, amilyet szeretne, olyan belsőséges, szeretetteljes. Tudom, sokaknak ez már nehéz, mert vannak olyan dolgok, amiket szeretne az ember maga köré, de már nincsenek ott, de mindig abból kell kihozni a legjobbat, ami éppen van, tehát annak kell örülni, ami éppen az élet. Ezzel kívánok mindenkinek boldog, békés karácsonyt! Bye.
Timi! Pletykás asszony című mesét láthatják a Kisteleki Citara zenekar előadásában. Hát átalakult a csapat, a következő műsorszámunk egy székely mese, a Pletykás asszony citerás módra. Hogy megfelje a teheneket.
egy tyúk tojást a szakajtó úr, és maga mellé tette. Egyszer csak bejött Rézsi. Mindjárt elkezdött veszekedni az urával. Ha te azt tudnád, hogy mi történt velem az éjszaka? Na, ugyan mi? Mondd már el. Nem mondom mit, nem mondom, mert elmondom másnak. Nem mondom én, itt üssön meg a kutat. Na jó. Piszkált ki, de piszkált ki, piszkált ki belőle. Megtoltam egy tojást, ez van vagy 20 centi. Hát mutasd már, hát ez tényleg egy tojás. Olyan, mint a tyúk tojás, csak viszik, mintha nagyon macska lenne. Úgy, úgy. De el nem mondd ezt senkinek. Jaj, tehogy mondom, tehogy. Hát itt is ön meg a buta. Hát menjünk csak az erdőbe nyugodtan. De Trézsi alig várta, hogy összetalálkozzon valakivel. Letanít a szonyok a padra, a padra. Azt is tudom, miről folyik a pletyka, megkérem én a jó Isten, csak arra, valamennyire bassza le a padra, a kis. És ez így ment egész Áronnak a faluba. Este pedig Jankó betért a kocsmába. Hogy Isten atyafiak maguknak mit néznek? Ha Jankó tényleg így van. Mert hunk kéne lenni. Hát azt mondják a faluba, hogy megtojták. 99. De csak egyet, azt is huncutság. A maradék 99-et a falu pletykás asszonyai rakták hozzá. Na, ugye mondtam, komám, hogy bebizonyítom neked egy nap alatt, hogy a falu minden egyes asszony a pletykás. Ennyi, ha az igazad volt. Na, komám, tessék.
ittak, jót mulattak, máig is élnek, ha meg nem haltak.